Köszönöm a szót, mindenkit üdvözlök, aki itt van ebben a jó hidegben. És azért kértem szót, látom, én rövid leszek, azért kértem szót, azoknak szólnék, akik nincsenek itt. Azoknak szólnék, akik a meleg szobában vannak, esetleg tévét néznek, vagy facebookoznak, vagy éppen véleményt mondanak. Mindenkihez szólok, akinek van devizahitele, vagyis sevizahitele. Fogják meg azt a billentyűzetet, írjanak a köztársasági elnök hivatalába, írják meg a véleményüket, hogy igenis kikérjük maguknak, ne írja alá ezt a förmedvényt. Nem szabad aláírnia ezt a forintosítást. Ha mindenki megteszi, több százezren vagyunk. A családot összeszámolva családonként körülbelül 1 millió embert sújtana ez. Ha aláírja, akkor a saját, minden egyes ember a saját halálos ítéletét fogadja. A köztársasági elnöknek is van rá 5 napja, hogy ezt aláírja. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha mindenki most már, hogyha eddig is a Facebook előtt ült és ezt a billentyűt verte rendesen, minden este vagy minden nap is ilyen-olyan hozzászólásokhoz volt ereje, akkor legyen annyi ereje, hogy megírja azt a levelet. Meg lehet írni, fölmegy a köztársasági elnöknek a honlapjára, és szépen kitölti azt, amit lehet, vagy amit kell. Úgyhogy hajrá! Köszönöm!